A hagyományokhoz hűen Szent István ünnepének előestéjén a Nóihegyi Szent István borlovagrend meghívására a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és 34 hazai és a Kárpát-medencéből érkezett vendég borlovagrend részvételével rendeztek szakmai konferenciát. Róth Péter alpolgármester címzetes tiszteletbeli borlovag, majd a vendéglátó borrend nagymestere Dényi és Ferenc köszöntötte a résztvevőket és örömének adott hangot, hogy a másfél évtizedes jubileumi ünnepségen az ország legnagyobb találkozóján a szakemberek megtisztelték Székesfehérvárt és a Nóihegyi borrendet. Augusztus 20-án szoktuk ezt a rendezvényt tartani, hiszen ehhez sok minden kötődik, az új kenyér ünnepe, sőt most már lassan az új bor ünnepe is, hiszen sok szület már lezajlott, én már kóstoltam új bort is az idén, de nekünk az elnevezésünk miatt az Öreghegy volt az előző, a 19-i rendezvényünk, és most a kettőt összekötöttük. Emiatt most 34 borlovagrend látogatta meg az eseményünket, ez rekordszámnak számít. Szűcs Zoltán a borrend alelnöke köszöntőjében hangsúlyozta, elengedhetetlen, hogy a fiatal korosztály képviselőit is megszólítsák. Igazán a gondolataim picit ilyen szertefosztóak, mert azt gondolom, hogy a mai borásztársadalom nagyon ki van éhezve arra, hogy az igazi bort fogyasztó közönséget meg tudja szólítani. A találkozón természetesen szó esett a fehérvári program fontosságáról, a szőlész borász társadalmat segítő kormány intézkedéseiről, illetve a borászok jövőképéről is.